2-3 év, tehát fiatalabb ő sem lesz. És az, hogy nincs 10 másodpercen belül, ez nem tudom, mikor fordult vele elő utoljára. De nem féltem. Tehát ott lesz ő a végelszáma, és az egész biztos. Viszont, ami nekem ennél is fontosabb, mert ugye az utóbb óriási, tehát nagyobb taps fogadja majd Justin Gatlin. Eyjoff harmadik 2013-ban, itt is junior bajnok. 10-71, Szabó Dani tehát az egyes pályán fut majd. Mellette, hát hogy azért rögtön a mély vízbe dobják, egy 9-94-es egyéni csúccsal rendelkező amerikai fiatalember, ő 95 évvel idősebb Daninál, DeAndre Batson döntős volt az amerikai bajnokságon. Az olimpiai bajnok, a kétszeres világbajnok. És aztán itt van a idei év legjobbja, a világ első számú atlétája jelenleg, Justin Gatlin, aki Székesfehérváron megpróbál maradandót alkotni. Nem lesz könnyű dolga, hiszen a 200-as amerikai döntőben, amerikai bajnoki döntőben Isaiah Young azért megszorongatta őt. Neki is van 10 másodpercen belül eredménye, Isaiah Young a 4-es pályát kapja. Egy német, 9-szeres német bajnok, Julian Rice indul majd. Az idén 10-21, de 10-05 a legjobb eredmény. A harmadik volt az idei fetes EB 60 méteren. Második Helsinki-ben 2012-ben a 100-as Európa bajnoki döntőben. A török Jack Ali Harvey, kubai születésűként, már török állampolgárként 10-15. Gerard Firi Zambiából fut majd, Szopotban a feves világbajnokságon, Lengyelországban tavaly 5. volt 60 méteren. Ő is nagy név a szakmában, neki nincs még 10 másodperc alatt, és befért még egy török versenyző, Junior Perez. 10-22, viszont idén nincs eredménye, tehát lehet, hogy ő is majd az eredmény tudatában szívébe zárja a székesfehérvári stadiont, a Brettyóközi Regionális Atlétikai Központot, Názóvárost. Hát nézzük, az utolsó versenyszám 2015-ben a Gyula István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon. Szabó Dániel az egyes pályán, DeAndre Batson a kettesen. A világ idei legjobb eredményével rendelkező, a világ idei leggyorsabb ember, Justin Gatlin a hármason, Isaiah Young a négyesen, Julian Rice Németországból az ötösön, Jack Ali Harvey Törökországból a hatoson, a hetesen az zambiai Firi, a nyolcason pedig Junior Perez. Vassza minden itt, Gatlin hogy jött el abból a nagygépből, és táprázatos lehet az időeredmény, Isaiah Young megszorongatja, jön Justin Gatlin, és a vége 10-03. A szél pedig mínusz 1,1, nincs 10 másodpercen belül, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy minden elismerés megpróbálta. 10-03, talán lesz majd valami ennél egy picit jobb. Az biztos, hogy Székesfehérváron pályacsúcsot futta, ennél gyorsabbat itt nem futottak, hogy nem versenycsúcs, az nem feltétlenül probléma, hiszen azért nem lett volna könnyű a 9-86-ot szembeszélben teljesíteni, 10-24, aztán én most már Szabó Danira leszek kíváncsi, és nyilván neki csak itt szedni kell a lábait, és azért nem egyszerű, bejön a szépen a 7. helyre, ott lesz ez is valahol majd, talán az egyéni csúcs környékén. Bár azért azt ne felejtsük el, hogy az 1,1... Szokott a nagy versenyeken. Nézzük még egyszer. Nagyon jött el a rajtgéből. Itt lehetett érezni, és talán ott tetszik látni, ahogy, ahogy egy kicsit nyomot hagy a cipő. Ez a melegnek köszönhető. Ebben a forróságban ez a borítás fel tud puhulni. Nem fedél a legkeményebb pályák közé tartozik. Amennyi pacsit és amennyi autogramot lehet még osztogatni fog, fantasztikus futó, és természetesen láthatjuk majd őt is a világbajnokságon. Most pedig Andi, ki a szó ismét. Hát nem kis esélyekkel fut neki majd annak a világ.